A 2020-as évvel ellentétben az idei esztendőben nem állt le a sportélet Magyarországon, végigmentek a hazai bajnoki sorozatok, és tavasszal számos nemzetközi versenyt rendeztek az országban. A fókuszban az egy éves csúszással megrendezett tokiói olimpia volt, amilyen eredményesen szerepelt a magyar csapat. 20 érmet szereztek a versenyzők, 6 aranyérmet, 7 ezüst, 7 bronzérmet. Ez fantasztikus siker, és hogyha nézzük a sportágakat, az is nagyon-nagyon jó, hogy nem csak egy-kettő sportág hozta az érmeket, hanem bizony a több sportág képviselői jeleskedtek, és több sportágból szereztünk érmeket. Nekünk ez is egy visszaigazolás annak, amit el tudtunk indítani az elmúlt időszakban, azok a programok, ami az utánpótlás neveléssel zajlott 2011 óta, vagy akár az élsport támogatása, vagy a szakemberek támogatása, vagy a létesítményfejlesztések. Ugye rengeteg nemzetközi sporteseményt tudtunk megrendezni, világbajnokaink születtek, és olyan sporttörténelmi eredményeket értünk el az elmúlt időszakban ebben az évben, amelyre mindannyian nagyon-nagyon büszkék lehetünk. Az elmúlt években Szabolcs-Szatmár-Bereg megye több sportágban is felkerült a világtérképre, raliban, kerékpárban és jetskiben is rendeztek Európa és világbajnoki futamokat. A nemzetközi sportesemények nem csak a sportolókat szolgálják és a szakembereket, hanem a helyi lakosságot is, vagy akár a városokat és településeket. És nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Nyíregyházára tudtuk hozni a rallit, óriási esemény, nagyon nagy nézettsége van az automotorsportban, a jetski, Európa bajnokságot, kerékpár bajnokságokat, amelyel olyan nézettség jött nem csak a városból vagy a megyéből, hanem az egész országból, vagy akár Európát nézve is bizony figyelték, hogy Nyíregyházán mi történik. Úgyhogy be kell kapcsolódni a nemzetközi sport életbe, ezáltal meg tudjuk mutatni a városunkat, településeinket, meg tudjuk mutatni a hagyományainkat, értékeinket, kultúránkat. Az idei évben a megye képviselői közül a Fátum Nyíregyháza röplabdázói a Bajnokok Ligájában szerepelnek, a Kisvárdai Együttes a Futball NB1 egyik élcsapatává nőtte ki magát, Majoros Bence és Helebrant Máté az olimpián, Taljány István pedig a paralimpián szerepelt. Az atléták és az úszók pedig bajnoki címeket szereztek. Az államtitkár szerint kezd beérni az évekkel ezelőtt elkezdett munkagyümölcse. Azok a programok, amik el tudtak indulni országos szinten, és a sportági szakszövetségek indították, azoknak itt van a hozadéka, és igenis lehet látni, hogy mennyi sportág hozza a sikereket, és milyen sok sportolunk van, akik bizony ott vannak a legjobbak között. Ugye nekünk az a legfontosabb, hogy mindenki tudjon sportolni, hogyha ezt a feltételrendszereket, a sport létesítményeket meg tudtuk építeni, tudjuk fejleszteni, akkor bizony és lehetőséget kínálunk a családoknak, hogy választanak sportágat a gyermekeik, és hozzák őket, akkor biztos, hogy nagyon sikeres lesz az utánpótlás nevelés és az élsport is. Ugye a 21. században már nagyon nehéz a délutáni foglalkozásokon ott tartani a sportolni vágyó gyerekeket, azaz igenis meg kell nekik mutatni, és olyan feltételeket kell biztosítani, amivel örömmel mennek le, és akarnak úgymond ott tartózkodni több órán keresztül a sportlétesítménybe. Mint Szabó Tünde elmondta, 2022-ben is számos világversenyt rendez Magyarország, a megyébe pedig ismét ellátogatnak a ralisok, kerékpárosok és jazzkisek. Több sportágban elkezdődnek az olimpiai kvalifikációs versenyek, így a következő esztendő már a 2024-es párizsi olimpiáról is szól a sportvilágban.